Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, ő pedig itt a Shutter Island, vagy magyarul Vihar sziget, Martin Scorsese rendezte, és olyan színészek játszanak benne, mint Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, vagy Ben Kingsley. Én annak idején moziban láttam ezt a filmet, és nagyon-nagyon szerettem, de most egy projekt miatt, ami majd kb. Fél év múlva fog a csatornára kerülni, újra néztem, és hát annyira tetszett, hogy gondoltam, beszélek nektek róla megint, hogyha valaki esetleg még nem látta volna ezt a fantasztikus alkotást, akkor most mindenképpen pótolja. A Vihar sziget alapvetően arról szól, hogy két nyomozó, akiket Leonardo DiCaprio és Mark Ruffalo alakít, megérkeznek a Vihar szigetnek nevezett helyre, ami tulajdonképpen egy elmegyógyintézet a bűnelkövetők számára, szóval itt csak olyanok vannak, akik valamiféle büntettet elkövettek, például gyilkosságot, és éppen ezért is érkeznek ide a nyomozók, mert hogy eltűnt egy ilyen rab vagy beteg, és senki nem tudja, hogy mi lett vele, úgyhogy a két nyomozó feladata, hogy megtalálják az illetőt. Csak hamar kiderül viszont, hogy a DiCaprio által alakított nyomozónak más szándékai is vannak, ugyanis a szigeten tartózkodik egy olyan rab is, aki az ő magánéletében elég nagy katasztrófákat okozott, illetve a helyen egyre több gyanús dolog kezd történni, ami alapján azt is feltételezhetjük, hogy bizony a nyomozók élete is veszélyben van. Őszintén szóval ennél többet nem is szeretnék mondani a tartalomról, hiszen jó krimihez méltóan itt elég fontos a történet, bár az is igaz, hogy a krimi vonalat nagyon hamar maga mögött hagyja a film, és átmegy egy pszichológiai thrillerbe, aminek persze nagyon erős krimi elemei, nyomozós elemei vannak, de azért tartozik az én kedvenceim közé ez a film, mert pontosan ez a pszichológiai thriller hatás az, ami igazán erős benne. Szerintem, ami a legjobb ebben a filmben, az az atmoszféra, ahogy megteremti ezt a bőr alá kúszó feszültséget, és minden egyes filmes eszközzel megtámogatja ezt, az egészen zseniális. Az első dolog szerintem, ami a legtöbb embernek fel fog tűnni, az a zene, ami már a legelejétől fogva annyira gonosz és hátborzongató, hogy tényleg még most is fel tudom idézni ezeket a creepy dallamokat. Aztán, amit mindenképpen ki kell még emelni, az a fényképezés, nagyon-nagyon jó beállítások vannak, rengeteget játszanak a fény-árnyék hatásokkal, különösen a zárt helyiségekben játszódó jelenetek azok, amik nekem tetszettek, de minden mást is jól vettek fel, és bizony a képek nagyon sokszor utalnak a valódi történetre, nyilván van a filmben csavar, nem is egy, és nagyon érdekes volt nekem újra nézni úgy ezt a filmet, hogy már pontosan tudtam, mi a vége, és azt számolgattam, hogy hány módon mondják ezt el a nézőnek, már a legelejétől fogva tényleg szinte az első percekben is már spoiler van, csak hát mivel a néző nem tudja, hogy mit kell nézni, ezért hát nem esik le neki a legvégéig, hogy mi is történik. Ilyen tekintetben talán a tökéletes trükkhöz tudnám a Prestigehez a leginkább hasonlítani a Shutter Islandet, mert itt is teljesen a néző szem elé teszik azt, hogy hát mi is a nagy rejtély, de nem veszük észre egészen addig, amíg el nem mondják nekünk. És ez a rejtély, ez a csavar egyébként csodálatos, mondtam, hogy nem fogok róla többet mondani, de nekem nagyon-nagyon tetszett már eleinte is. Baromira érdekesen egyensúlyozik két értelmezési lehetőség között a film, egészen talán a legvégéig, de még a legvégé is a filmnek szerintem olyan, hogy értelmezés kérdése, persze azért nyilván tereli a nézőt egy bizonyos fajta értelmezés felé a film, de sokkal inkább nyitottan hagyja ezt a kérdést, mint például a könyv, amit én szintén elolvastam annak idején, mármint a Vihar sziget eredetiül szolgáló könyvet, és az totál egyértelműen elmondja, hogy mi történik. A film Martin Scorsese-nek a feldolgozásában sokkal több kérdőjelet hagy, és ráhagy a nézőre bizonyos dolgokat, amit én nagyon-nagyon szeretek. Hozzá kell tenni persze, hogy a rendező maga is elég egyértelműen lenyilatkozta utána, hogy melyik értelmezés a helyes, meg hát mondom, a könyv is egyértelművé teszi, de csak önmagában nézitek ezt az alkotást, akkor szerintem nagyon-nagyon jól lehet játszani ezzel, hogy akkor most mi is történt pontosan, és természetesen erre rásegítenek a nagyon jó színészi alakítások itt. Igazából, akit itt végig fogunk nézni és követni fogunk, az Leonardo DiCaprio. Ő áll itt a főszerepben, és csodálatosan lehozza ezt a szerepet is. Szerintem nagyon-nagyon ritkán hibázik, és nekem ez az egyik kedvenc filmem tőle, az egyik kedvenc alakításom. Nagyon ügyesen játsza
azt a bizonyos karaktert, amit tehát nem fogok elmondani a spoilerek miatt, de ha megnézitek, érteni fogjátok a rengeteg kétség, az újabb rejtélyek, az újabb nyomok, amik elő bukkannak, nyilván hatnak valahogy a mi kis főszereplőnkre, és csodálatosan játssza ez DiCaprio. A többi szereplő is abszolút partnere a filmben, Mark Ruffalo hozza azt a karaktert, amit hoznia kell, nem kell amúgy nagyot alakítania, de Ben Kingsley például nagyon jó, ugye ő abszolút el tudja játszani a jó karaktereket is, meg ha úgy van, akkor a gonoszakat is, és hát itt egy olyan figurát alakít, akiről sokáig nem is tudjuk eldönteni, hogy akkor most melyik oldalon áll, úgyhogy mindenki megtámogatja ezt a jó kis Leo alakítást. Én ennél többet nem is szeretnék mondani erről a filmről, borzasztóan jó atmoszférája van, remek történettel, és ezt az egész atmoszférát megtámogatja szinte minden, úgyhogy ha nem láttátok még volna, akkor mindenképpen adjatok neki egy esélyt, én pedig megköszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna a mai disputa, találkozunk legközelebb, sziasztok!